Sziasztok, üdvözlök mindenkit egy új videóban. Itt vagyunk Nagyice hévállomás mellett, a Piros Rózsa utcában. És amit most be fogok járni, az a régi Rákosszentmihályi lóvasútnak a nyomvonala, illetve ez még a Pusztaszentmihályi Vaspálya Társaság, ha jól emlékszem a nevére, építette. 1893-ban indult meg rajta a forgalom, és 1913-ig működött. A veszélyt az okozta, hogy a héptársaság is épített egy szárnyvonalat, amit 1911-ben átadtak, és hát az konkurencia volt a lóvasútnak, meg is szűnt, mert a lóvasútnak a végállomása itt volt, és ennek a feladata a ráhordás volt a hévvonalra, ami akkor még a keleti pályaudvar és Gödöllő között járt. És a Szentmihályi hévvonalról pedig nem kellett átszállni, hanem közvetlen kapcsolata volt. És enged itt egy kétvágányos fejvégállomás volt. Sajnos fényképet nem tudtam róla találni, majd lehet, hogy még fogok, és akkor bevágom ide. Viszont a nyomvonalat azt hamsternek a jó voltából be tudom járni. Hát mondom, itt volt egy kétvágányos, itt egy kétvágányos fejvégállomás volt, de maga a vonal az egyvágányos volt, és hát olyan lóvasút. Tehát itt úgy működött, hogy eljött eddig a végállomásig, és aztán utána átfogták a lovatat szerelvény túloldalára, és úgy indultak vissza. Egyébként a visszafogás kifejezés is innen ered még a lóvasúti korszakból. A villamosnak is szoktak lenni visszafogóváltói, meg ilyen visszafogásnak hívják, amikor a másik irányba indul el, akár helytelen vágányon is. Az innen ered, hogy a lovakat a ténylegesen ki kellett fogni a szerelvény elől és átvinni a másik oldalra. Úgyhogy most ezt a vonalat fogjuk bejárni, hát most természetesen nem gyalog, hanem itt van most az egyik spotter biciklim, úgyhogy most ezzel fogom követni. Menet közben majd nézem a térképet, hogy merre kell menni. És egyébként van egy nyomvonal módosítás is, mert 1911-től nagyobb hurkot járt be. Szóval volt egy nyomvonal korrekció is még 2 évvel a megszüntetés előtt, amikor egy 2 utcával arrébb vitték a nyomvonalat. És egyébként ez nem hurokban végződött, hanem ott is egy fejvégállomás volt, ahol via visszafogással indultak el a másik irányba. Ja, most ezt fogjuk bejárni. Egyébként itt a Piros Rózsa utcán nagyon sokáig haladt egyenesen, de hát majd megyünk és megnézzük. És hát megindultunk a Piros Rózsa utcán. Hát nem fogom az egész utat végig kamerázni, mert ugye biciklin a rázkódás miatt az úgyse lenne értékelhető minőség, de én csak én mutatom, hogy valahol itt az útnak a jobb oldalán ment a vágány, és valahol itt lehetett a kitérő, ahol ugye a fejvégállomás előtt ugye ketté ágazott, és egy kétvágányos fejvégállomás lett. És innen gyakorlatilag most a régi sinek helyén megyek. És az épület vagy egyéb itt nem maradt fönt. Ha volt egyáltalán. Valószínűleg munkásbusznak használják. Nézzétek, itt kanyarodtunk el, miként az úttal, és ahogy a térkép is mutatja, nem tudom mennyire látszik, próbálom úgy tartani, hogy látszon. Itt a budapesti és a ilyen Szent István út között mentek, a Szent István úton ment, és hát itt a szélén, csak az már közben valószínűleg beépült, de a lóvas út az itt ment. Tudjátok, arra jöttünk, itt vagyunk a Piros Rózsa utca, és valószínűleg így jött egyébként a lóvas út, és itt egy ívvel fordult itt rá a Szent István útra. Valahogy így jöhetett, és itt ment tovább, és innen szintén nyílegyenesen ment, egészen az Ilona utcáig. Ott már gyakorlatilag ugyanaz volt a nyomvonala, mint a Rákosszentmihályi hévnek. És ezt nézzétek, Szent István utca, és nehéz elképzelni, hogy ezekben a szűk utcákban még ezért vonat járt, illetve a súti szerelvény, de. Valahol itt ment egyébként itt már, valahogy visszakanyolt ide az úthoz, tehát nagyjából az út szélén lehetett. Ugye Pálya utca, egyébként itt is ment valaha a Rákosszentmihályi hév, majd be fogom azt is járni, még ma csak az egy külön videóban lesz. És akkor itt vagyunk a Kossuth Lajos és a Szent István utca sarkán, és a lóvasút az itt elkanyarodott így errefele, és egy kb. 2 utcányit még ment tovább, és utána ismét egy jobb kanyarral ráfordult, aztán a Rákosi út van, ott vagy a budapesti, és hirtelen nem tudom. Hirtelen minden irányból egyszer érkezett autó, szerintem máskor meg összesen nem jár ennyi egy órába, mint most egyszerre. De szóval valahol itt jött, és itt ment tovább egyenesen. És akkor kb. 2 utca után ismét jobbra, de majd követem a térképet, és meg lesz. Szóval itt vagyunk, és
lóvasút így jött, és itt vette egy ívet, hát nem tudom, hogy melyik oldalt ment az útnak, szerintem előbb-utóbb vagy középen, vagy pedig ezen az oldalt lehetett, mert ugye menetirány, bármilyen akkor még balos közlekedés volt, tehát el tudom képzelni, hogy a másik oldalt ment. Hát igen, ezt nem tudjuk meg, azt hiszem, tudom, hogy a Rákosszentmihályi hév az a másik oldalt volt, de ugye pontosabbat nem tudok, mi esetleg biztos, hogy itt a Rákosi úton, és viszont itt nagyon sokáig ment egyenesen, és itt van egy durva emelkedő is, tehát még azon keresztül is fel kellett mennie. És ott az Ilona utcánál, ott van egy tér, és vagy egy kisebb park, és ott volt a végállomása. De hát akkor majd megyünk is tovább arra. Ezt nézzétek, ennyi nyoma maradt még a régi hívvonalnak, egy-két felső vezeték tartó oszlop, amit most már villanypóznának hasznosítottak. És itt van a Rákosi út és az Ilona utca kereszteződése, és ez volt a hévnek a nyomvonala. Itt még azért ilyen íves ez a kanyarodósár, mert itt fordult be, és mellette volt a lóvasút is, tehát az is erre jött valahol. És itt a lóvasútnak nem, de a hévnek volt egy megállóhelye is, de hát azt majd, hogyha a hévet járom be, akkor majd ezt azt bemutatom. Most a lóvasút nyomvonalát követjük. Mutassam, hogy itt vagyunk jelenleg most, itt kanyarodtunk az Ilona utcába, és a zöld mutatja a régi hévvonalat, a kék a lóvasútat, és itt a Pálffy téren van egy park, és itt volt valahol a végállomás. Megpróbálom megkeresni, ennek itt kell lennie nem messze. És egyébként még néhány évvel korábban még a Rákosszentmihályi hévnek az egyik kilométer köve is itt megvolt az Ilona utcában. Hát megpróbálom azt is megkeresni majd, hogyha azt a vonalat járom be. És látjátok, megérkeztünk. Valahol itt lehetett a végállomása, a lóvasút az itt jött, az biztos, és szerintem valahol itt volt a végállomása, eredetileg. Aztán később módosították a nyomvonalát, és átkerült egy pár utcával arrébb, azt majd nyilván, mert úgyis arra kell visszavenni, azt majd fordított irányba járjuk be. Hát nyomát azt már itt hiába is keresnénk. De szerintem valahol itt lehettek a sidek, és itt is egy kétvágányos, ilyen forduló végállomás volt. Hát arra felel, hát ez egy, tudjátok, ez egy park így, és jól fel is van újítva. Van egy játszótér, most nyilván le van zárva. Ugye mától van a kijárási korlátozás, de ugye biciklizni lehet, azért is jöttem most ide a környékre vonalat bejárni. Így nem kell tömegközlekedés használni, és igazából alig találkozok valakivel. Úgyhogy ez teljesen megfelelés, és egyén is volt tevékenység is. Tehát vonalat bejárni az ilyenkor kell, pláne, hogyha a környékeden még van olyan, amit még nem jártál be, vagy legalábbis nem ilyen részletességgel. Közben az idő is egyre jobb lett, így a kabátot is levettem, de nézzük csak ki. Tehát ott vagyunk most, ez a régi, és itt volt a módosított nyomvonal, hát gyakorlatilag egy utcával arrébb volt a végállomása. Hát ezt most akkor fordítva fogom bejárni. Visszamegyek a kiindulási pontra, Piros Rózsa utca. De hát látjátok, hogy ez is nyílegyenesen megy egész sokáig, hát ott sok videózni való nem lesz valószínűleg, mert ugye mit videózzak, és szintén keresztezte a hévvonalát. És ott csatlakozik bele a már meglévőbe. És itt vagyunk a Szent Korona utca és az Ilona utca sarkán, és itt volt, egyébként itt volt a lóvasútnak a végállomása, most a térkép is azt mutatja. És akkor azt mondja, hogy hogy van. Hát itt egy hosszú egyenes szakasz következik, azt már láttuk, hogy egészen le lehet gurulni a Kossuth-Lajos utcáig, és itt nyílegyenesen. És ez volt, hát igazából az a nyomvonal korrekció, az 2 évet élt, és itt is egy fejvégállomás volt, tehát még kudokba se csinálták meg. Itt visszafogásra fordult meg, valószínűleg itt is, hát valószínűleg ide is épült egy kétvágányos visszafordító, lehet, hogy csak egy, de itt eddig jött el, és itt volt valahol a vége. Hát innen akkor nyílegyenesen tovább, egészen a Kossuth-Lajos utcáig, és akkor bejárjuk ezt, ami mindössze 2 évet élt nyomvonalát a lóvasútnak. Hát ez már ez abban az évben épült, amikor kiépült a konkurenciája, ugye, ami egészen eddig jött, a Rákosszentmihályi hév. Az viszont ténylegesen hudokba fordult, és nem csak ráhordott a fővonalra, hanem átszállásmentes kapcsolat volt Gödöllő és a keleti felé is, tehát nyilván kihasználtabb volt, és ezzel ez a nyomvonal korrekció se tudott versenyezni, tehát 2 év után meg is szűnt a lóvasút. Szent Korona Rákóczi utca sarka, és szintén lóvasút, és itt jött a Rákosszentmihályi hév, és itt keresztezte egymást a két vonal. Igaz, csak 2 évig, ameddig párhuzamosan jártak.
De hát, gyártok, és egyébként ami érdekes, hogy itt emelkedő van végig. Hát, de tehát azért itt fölfele a lóvasútnak azért kellett küzdeni, mire itt feljött. Bár még a másikon a Rákos utca, ott azért durvább emelkedő van. Ott még annó a Szent Mihályi hív is sokszor erőlködött. De azt majd az ottani vonalbejárásnál majd elmondom ezt is. Hát, tudjátok, hogy így. És jött tovább. És még egy kb. Két utcányit megy, és utána ott kanyarodott vissza. És utána ment a régi nyomvonalra. És akkor itt vagyunk. A Kossuth Lajos utca és a Szent Korona utca kereszteződése. Itt fordult rá a lóvasút a Kossuth Lajos utcára, és itt ment tovább egyenesen, és itt csatlakozott be a régi nyomvonalba. Tehát ez a két évet élt új nyomvonal, ez ennyi lett volna. Hát innen még egy kb. Két utca lefele. És annyi. Hát egyébként itt meg van egy hosszú lejtős szakasz, egyébként is szerintem teljesen majdnem a Füredi lakótelepig el lehetne gurulni. De hát most itt megyek tovább, és végig megyek akkor a nyomvonalon. És akkor megérkeztünk. Ez már ugyanaz a nyomvonal, amit egyszer bejártunk, a Rákos utca után. Úgyhogy ennyi volt a felhagyott nyomvonal, és hát a lóvasút története ez akkor ennyi volt, hogy 1911-ben még ezt a nyomvonal korrekciót megcsinálták, 1913-ban pedig megszűnt. Itt vagyunk a Szent István utca és a Fája utca kereszteződésében, és a térkép azt mutatja, hogy igen, a 1924-ben felhagyott szakasza a Rákos-Szent Mihályi hívnek, igen, azt mutatom közben azt is, hogy eredetileg ezen a nyomvonalon épült ki, csak aztán utána kiegyenesítették, és ment a Rákos utcán, hogy de azt majd a hébejárásra azt is elmondom, de eredetileg így jött, hogy itt a Pálya utcán jött, és akkor itt egy ívbe fordult. Csak egy kis mellékes, tehát, hogy itt is volt egy vágányátszelés, vagy vágánykeresztezés. Ugye a lóvasút vágányát itt keresztezt. Úgyhogy amit már bejártunk, az a lóvasút, az itt jött, és 1911-től itt keresztezte a Rákos-Szent Mihályi hév vágányát. Ugye ez akkoriban azért volt lehetséges, mert két különálló vasúti társaság építette ezeket a vonalakat. Nem volt még egységes, ez majd elmondok ezért, mert volt egy Budapest, Újpest, Rákos Palota Vaspálya Társaság, ez a úgynevezett BURV, aki szintén mondjuk a nyugati pályaudvartól épített vágányokat, és volt egy olyan járat, de azt majd mindegy, most így előleg be, akkor ezt is elmondom, hogy a keleti pályaudvartól nyugati pályaudvar végállomásig közlekedett, több vasútársaság vágányán is közvetlenül. Tehát elindult ugye a hév társaságén, és aztán utána letért Rákos-Szent Mihály után ott a Csömöri útnál, utána ott építetett ugye saját vágányt, és utána még ráment a BURV-nak a pályájára is, ott Újpest központnál, ott a mostani 14-es villamos, ahol én megy. De ezt a vonalat is teljesen én még ma be fogom járni. És akkor most irány vissza a végállomáshoz. Lóvasút, pótló, bicikli. Én nagyon jobb kézbe tartom a kamerát, akkor csak az első fékkel tudok fékezni, úgyhogy nem száguldok nagy sebességgel, úgyhogy nagyjából felveszem a lóvasútnak a pálya sebességét, ugye a lóval sem tudtak száguldozni, ugye az egy max két lóerő, amivel a lóvasút ment, az nem tett lehetővé nagy száguldást. De hát akkor irány a Piros Rózsa utca, és akkor vissza a végállomásig. Itt van mellettünk egy kis erdő, ez a Sashalmi erdő. Hát egyébként kedvelt ilyen piknikezős vagy kiránduló hely. Nagy Ice, Piros Rózsa utca végállomás. Kérjük kedves utasainkat, hagyják el a szerelvényt, de figyelmeztessék utastársaikat is. A szerelvény rövidállás idő után visszaindul Rákos-Szent Mihályra.
És akkor itt a vége. Ez volt a Rákóczi-Szentmihályi lóvasutat bemutató vonalbejárás. 1913-ban megszűnt a lóvasút, utána átvette a helyét a Rákóczi-Szentmihályi hév. Mai nap még ezt is be fogom járni, de az már egy másik videó lesz. Ja, közben egyébként a Bőzzé meg a Hungary videóját nézem a vízipókról. És érdekes, hogyha ezt a videót megnézem, aztán megyek bejárni a Rákóczi-Szentmihályi hévet. Szintén biciklivel. Úgyhogy köszönöm a figyelmet. Sziasztok! Találkozunk a következő videóban.